Buzi. Kit látsz? Kit látsz? Sziasztok! Megint egy nagyon érdekes kaland veszi kezdetét. Megint kutyaszitterek leszünk, kutya babysitterek. Ilyen anyagot készítettünk egyébként már kettőt is. Egyszer a Judyéknál voltunk, és az ő két kis kutyusukra vigyáztunk. Aztán egy másik alkalommal pedig egy kedves ismerős, ahova megint jöttünk, az ő kis kutyájukra vigyáztunk egy napig, és kipróbáltam Olli, hogy milyen kutyagazdinak lenni. Hát most ugyanide jövünk, de most nem egy kutyuskára, meg kettőre fogunk vigyázni, hanem négyre. Négy kis tündéri, ilyen plüss maci kutya kinézetű kis kutyuskákra. Hát akkor vegye kezdetét a kaland. Hát jó napot kívánok! Itt vannak a gyönyörű szép kisgyerekek. Jaj, te már fel is vagy öltözve. Jaj, szia! Szia! Mutatkozzál be szépen. Téged hogy hívnak? Ja, Ginger. Ginger, de szép neved van. Gyönyörű szép vagy. Pózika, a drága, ő van itthon. Ez a kis tünemény, hát szia! Ő a házigazda, így van. És ez a szépség? Kokoa. De olyan is a színed, ilyen kakaó színed van. Hát nagyon szép vagy. Most már nem remeg, ugye? Most már nem remeg. Kis félős a drága, de most már nem fél tőlünk, igaz? És ez a kis türelmes tündérke, aki... Kisfiú, szia! Olyan édes arcuk van, hogy elképesztő. És őt hogy hívják? Ő a Truffle. Szép vagy. Jól van. Kis drága. Milyen nyugodtan tűri az öltöt. Micsoda kabátod van, azt a mindenit. Nagyon divatos vagy. Nagyon csini vagy te is. Édesem, egy kis kutyus óvoda. Ő az anyuka. Micsoda Jackid van? Hát esküszöm, hogy elfogadnék ilyet emberben. Ember Jackiben. Szia. Neked még kapucnid is van. Elképesztő. Hát és milyen kis türelmes vagy, hogy tűröd, hogy én itt a fejedre tegyem a kapucnit. Levehetjük ám, hogyha szeretnéd. Ide hátra. Így is nagyon csinos vagy. Nagyon. Pózi, mutasd már magad. Hát micsoda ruhád van. Hát gyönyörű vagy. Ilyen kis csontmintás. Nagyon csini vagy. Nagyon. Pózi most éppen magánszámot tart. Mit csinál? Valamit keres? Nem, mikor dühös, hogy ruha van rajta. Ja, nem lesz sokáig rajta, Pózi, csak tudom, séta. Miért dühös, anya, mert ez kokoán volt előtte a ruha, és a szag nem tetszik tényleg. Neki. Tényleg? Az lehet? Az lehet a baj? Jaj, de édes vagy. Hát nézz oda. Hogy tartod? Mint egy urilány, amikor így a teás csészével, tudod, így eltartják az ujjukat. Tehát ez annyira olyan, mint egy baba, hogyha ezt lefektetem anyát. Akkor így is. Akkor úgy marad? Igen. Jaj, tényleg, mint egy baba. Te édes vagy. Hát fel kell venni a ruhát, hogy ne fázzál. Tényleg, mint egy baba. Komolyan mondom. De mindegyik olyan kis türelmesen hagyja, hogy felöltöztessétek. Hát mert nyilván tudják, hogy ez nekik jó. Hogy nem fognak fázni. Jaj, Istenem, de édes vagy. Jó, már a pórázok is megvannak. Most olyan vagy, mint Amerikában ezek a hivatásos ilyen kutyasétáltatók, akik azzal foglalkoznak, hogy ilyen 4-5-6 kutyust visznek sétálni. Óha, de várják már, de várják már. Egyébként, hogyha a kistestű kutyusok gyorsan elfáradnának séta közben, akkor ezeket a trendi papi hordozókat is be lehet vetni. Nézzétek meg, milyen jól néznek ki. Nagyon nagy teherbírásúak, puhák, nagyon jó melegek, és nagyon kényelmes helyet biztosítanak a kutyus számára. Tehát egy idő után lehet, hogy kényelmesebb így sétálni, hogy benne ül a kutyus a hordozóban, így a gazdinak is sokkal könnyebb a dolga. Jaj, hát így már nem kell fáradnod. Nagyon kényelmes így neked. Meg jó meleg. Jó, de jó ez így. Ja igen, hogy biztonságban. Aha. De jó. Ide meg. Telefont. Telefont vagy bármit. Jaj, de szép vagy. Jó, de jó, megy a szerkóthoz. Ó, de kényelmes helyed van. Hát így kell utazni, mikor már elfáradtál, igaz? Így a gazdinak is könnyebb. A Trendy Papi kutyus hordozókról minden információt megtaláltok a videó alatt a leírásban. De édesek vagy! Hát,
Hello, jaj, ma te is elfáradtál. Most már pont jó ez a kis hordozó, igaz? Így van. Nagyon kényelmes helyed van. Indulásra készen a kutyusok, és még csatlakozik egy kis társuk, úgyhogy öten lesznek. Vagyunk egy páran szitterek kutyuskákra, és jön még az ötödik. Na mi újság? Hú, nagyon várják a kis társukat. Kit látsz? Kit látsz, Bózi? Tiszta baba kutyát. Bózi, kit látsz? Kit látsz? Gofri az ötödik? De jó neve van. Szia! Jaj, de szép vagy! Hát szia! Itt vannak a társaid, már nagyon vártak téged. Neked is micsoda ruhád van? Ilyen karácsonyos. Na, indul a menet. Az igen. Úgy is szétszaladnak. Szétszaladnak, mint a kis bolhák. Ezt meg kell tanulni, hogy egyszerre menjenek. Ennyi kutyával. De ideges vagy, hát ezek csak kicsi kutyusok. Milyen kis nyugodt. Pedig te eddig olyan kis csendes voltál. Kis kakaócska. Itt a csapat. Nagyon szép helyen sétál a csapatunk. Nagyon jó a levegő is, olyan jó érzés így kijönni. Akár csak egy fél órára is sétálgatni, főleg egy ilyen helyen. Hát azért nagyon szép helyen vagyunk itt a Dunaparton. Jaj, a hattyúk, kacsák! Na hát, milyen szép látvány. Sziasztok! Jönnek a kajáért ide az emberekhez. Ó, itt megy a barátkozás. Nagyon fázik a kis kakaó. Na, megérkeztünk a sétából, most így a végét már hordozóba tettük meg, mert hát már ez a gazdinak is jobb, és a kutyusnak is jobb, úgyhogy mehetünk pancsizni, igaz, Pózi? Mehetünk. Elfáradtál, most jön a pancsi, Fürcsi pancsi. Hát, hello. Sziasztok, de szépek vagytok mind. Tündéri kis kutyusok, és milyen békések, elfáradtatok a sétától, igaz? Hello! Hát sziasztok, picurkák! De édesek, pont mindkét kisgyerek. Hát sziasztok, jön a pancsi! De drágák vagytok! Szeretnek pancsolni? Igen. Mintha egy járókában lennének, mint a kisgyerekek. Hát sziasztok, egyszerre pancsolnak. Egyszerre lesz a pancsi. Sziasztok! Szia, szépség! Következő kutyus. Drágám, csak a mancsodat mossák meg, a mancsodat. Nem kell félni. Maradj! Szökjük! Nem kell szökni. Ne szökj el! Mindjárt túl vagy rajta, drága, mindjárt. Édesem, jöhetsz ki, most már készen vagy. Vegyem a szívedet, te csak itt üldögélsz. De nem félsz, ugye? Ez csak finom, melegvizes pancsi. Az nem. Ő neki nem kell. Gyere, Pózi, mindjárt meg vagy. Te is kész vagy, drágám. Jössz kifelé.
És ne jössz! Ő jól bírja? Ő igen. Jól bírja, kis kakaó. Jól bírja. Jó van, drágám, hát látszik, hogy nem nagyon fél. Nagyon ügyes. Hát ez jó dolog, szép tiszta leszel, de drága vagy. Igen. Tüzelő kiskutyáknak egy nagyon jó pofa ötlet. Mi is az, Gréti? Veszünk egy maszkot, és beleragasztunk egy sima betétet. Így. És utána, először így kifordítva, ráhúzzuk hátul a kis lábaira. Másik lábi. És így felhúzzuk. De a hasacskájára. És utána alul áthúzzuk, farkát kitesszük. Ja, és oda ráhúrkolod. És itt megkötjük. De jó ötlet. És akkor nem csöpögtet össze semmit. Igen. Nagyon jó. Így. Szuper! És tök higiénikus. Baba kutyusok, megéheztetek? Na, egy kis Juti Fali. Aki kér, az jöjjön! Gyere! Ki kér? Megjelenik a csapat. Ez az, mindenki jön. Pózi ül. Ilyenkor már senki nem fáradt. Pózi ül. Pózi. Jó. Juti Fali, hát jár nektek. Jó. Olyan szépen sétáltatok. Kokoa. Édesei. És Ginger. Jó. Édes babák. Mancs, ül, pacsi, ül, fekszik, ül, tánci, ül, marad, pózi, tiéd! De ügyes vagy, pózi, okay. Nagyon ügyes nagyon vagy. Nagyon ügyes vagy.